Szeretettel köszöntjük Önöket itt a Vácsváltati Gárdonyi Múzeum Művelődési Házban. Molnár Hubert vagyok, a múzeum egyik régésze, kolléganőm Rakella pedig a másik. Miről is szól ez a kiállítás és miért is valósult meg? Hát ugyebár Vácsváltunkban nem első ízben vagyunk itt, a közelmúltban néprajzi kiállítást lehetett megtekinteni, amit Csukovics Anita rendezett többek között. És úgy gondoltuk, hogy mivel az önkormányzatok révén járási településeknek emberi erőforrások minisztériuma újabban idénre is kiírt egy pályázatot. Úgy gondoltuk, hogy ha már a néprajzi kiállítás azt mondható a régióban nagy sikert adatot, úgy gondoltuk, hogy talán a régészet is megfogná a látogatókat a járási településeken. Bátran belemeltünk bármilyen ebbe a kezdeményezésbe, ugyanis Vácon azt tapasztaljuk, hogy a régészeti programokat hát felelő rendezvényekre elég nagy az érdeklődés, és hogyha megnézzük a látogatottsági adatokat, akkor leginkább a fiatal körében népszerűek ezek a foglalkozások. Rendeztünk már idén sorozatban másodszor régésztábor, különböző régészeti foglalkozásokat igényelnek a múzeum pedagógiai látogatások során. Úgy gondoltuk, hogy hát ha a múzeum megy a településhez, akkor még több gyermek, aki mondjuk Vácon nem tud bejönni, nincs idő, talán itt akkor megismerkedett ezzel a tudománnyal. Maga a kiállítás, ez a vándor kiállítás 10 állomásból épül fel, és természetesen a Váci járási településeken fogunk megjelenni az elkövetkező fél évben, és ennek a legeslegelső állomása, akár csak a néprajzi kiállítás esetében is, Vácátókra esett. A település az kicsit szerencsésebb helyzetben van a többi 9-nél, ugyanis itt egy hónapig, szűk egy hónapig leszünk jelen. Minden más településen a fenntartás következtében eléggé szűkek az időhatáraink, 2 hetet fogunk eltölteni. És itt rátunk ugye, hogy most december 10-től január 5-ig, tehát csütörtökig lesz látogatható ez a régészeti kiállítás. Igyekeztünk a kiállításban megjelenő tárgyakkal, tablókkal olyan leleteket kiválogatni, amelyek nem pusztán csak Vácihoz köthetőek, hanem inkább amelyek a környező településekről kerültek elő. Itt például a tablókon felszínűleg Vácátóról is előkerült tárgyak, római tárgyak, ezt nagyon Pellának a Vácátóti régészeti érdekességeket bemutatását. Illetve nagyon fontos célunk volt az, hogyha a gyermekek ide bejönnek, illetve más látogatók is, de elsősorban az általános iskolásokra gondoltunk, ne csak azt fogja őket, hogy tablókat látnak, viszonylag mögött tárgyakat, hanem akár tevékenyen eltöltessék a művelődési házban az időt itt a régészeti kiállításban. Ezért lehet látni, hogy oldal különböző múzeum pedagógiai játékokat, illetve hát egy kis mini feltárást szolgáló sírt is installáltunk. Ezek mind-mind talán közelebb hozzák a tudományt, interaktív módon megismerhetik, mivel is foglalkozik élesben egy régész, például egy sírt hogyan tárnak fel. Természetesen élesben egy kicsit máshogy megy, de az alapok elsajátítására tökéletesen alkalmas az a sír, amit itt megjelenítettünk. Illetve olyan játékokat hoztunk, amelyek a különböző korszakoknak a viseleteit, életmódját és régészeti tárgyait mutatják be. A tárgyak kapcsán mindegyik, ami a kockákon megjelenik, a Dragonikánc Múzeum régészeti gyűjteményéből származnak, és nagyon sok esetben településekről is vannak leletek. Szeretnék szólni arról, hogy Vácátókon 34 darab nyilvántartó régészeti lelőhelyet ismerünk. Ez egy meglepő szám, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen egy ilyen kicsi területről van szó, és ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ez biztos nem az összes. Tehát ezeket a lelőhelyeket, amiket most nyilvántartanak a közhívás nyilvántartásban, ezeket nagyjából a 70-es években terepbejárások során azonosították, azaz a vidéken a régészek a módszereikkel bejárták módszeresen a területet, és összegyűjtötték az itt található leleteket, és ezekből vannak ismereteink. Vannak olyan lelőhelyek, amelyek csak egy korszak leletanyagát tartalmazzák, de olyanok is vannak, amelyek úgynevezett több korszakosak, tehát több időszakból származó leleteket gyűjtöttek a felszínen. Ugye egy lelőhelyet akkor tudunk leginkább megismerni, ha a társadalást végzünk, tehát ezek tulajdonképpen ilyen előzetes adatok, és ilyenkor, hogyha mód nyílik valamilyen építkezés kapcsán, mondjuk régészeti megfigyelést végezni, akkor is pontosítani tudjuk az ismereteinket. Ebből a 34 lelőhely
legtöbb az több korszakos lelőhely, nagyon sok helyen található őskori, illetve középkori leletanyag. Tulajdonképpen ezek alapján elmondható, hogy Vátrágyúk térsége már a neolitikumtól és az újkőkortól lakott volt. Ez a Kárpát-medence területén nagyjából a Krisztus előtti 6000-es dátumtól kezdődik ez az időszak, tehát ettől az időszaktól kezdve már itt a régióban megtelepedtek az emberek, és az életüknek különböző nyomait, a lakóhelyeiket, a különböző használatú tárgyaikat megtaláljuk. A kiállításunkban az első és legkorábbi lelet ez a részporból rám maradt marhafejes enni, aminek nagyon rejtélyes, ugyanis nem a kválok nemzetiségéhez kötődik. Ők a római uralom alatt kérdezik ezen a területen. Abban az időszakban, amikor a Dunántúl Pannonia néven tartományát szervezték a rómaiak, abban az időszakban jutott Dunának a bal partján két nép élt ezen a részen, a szarmaták, illetve a germán eredeti kválok. És tulajdonképpen egy nagyon izgalmas terület van Vátrágyúk, ugyanis itt a szarmaták, mindenki a kváloknak a leletanyag megtalálható itt, tehát tulajdonképpen itt húzódott egy határ a két nép között, ami egy hát, régészeti szempontból és mindenféle szempontból nagyon izgalmassá teszi ezt a területet számunkra. Ugyanakkor, mint itt a tavon is látható, megtalálhatók voltak római importártyak, római luxuskerámia, az úgynevezett terraszigillánta is, ami hát tulajdonképpen a mai zsuarai vagy herendi porcelán, tehát olyan fajta értéket képvisel ez a tényleg szemében. Amit még szükséges elmondani, hogy a mai Vátrágyút település 18. században jött létre. Itt a területben, a középkorban is volt már település. Ezt 1219-ben említik először magát a település. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk régészek, hogy a régészeti leletek nyilván sokkal korábbi időszakról beszélnek, mint ami az adott forrásunkban megjelenik. Tehát valószínűleg a 13. században már korábban is volt a középkori település. A középkori településnek a templomát pedig a szintén a 16. század végén, 1283-ban említik először. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis nem tudjuk pontosan, hogy hol volt a középkori településnek a temploma. A Kossuth Lajos utcában találtak több helyen csontokat, és ebből egyelőre arra következtet a kutatás, hogy valahol itt kellene keresni a középkori templomnak a maradványát.